Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a testvéreket évközi 22. vasárnapon. Szentmisénket felajánljuk elhunyt dr. Bakó Gézáért és Vancsura Erzsébetért. Továbbá megemlékezünk Hasszilló Jánosnért, ma 90 éves, és imádkozzunk az ő kegyelméért és jó egészségéért, Isten éltesse. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Kegyelmes, Uram, irgalmaz. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akarat embereknek. Dicsőítünk téged, könyörögjünk. Erősség Istene, te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Ön szívünkbe irántad való szeretetet, és a vallásos lelkületet növeld bennünk. Kérünk, gyarapítsd és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Mózes ezt a beszédet intézte a néphez. És most halld, Izrael, azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek megtartására tanítalak, hogy éljetek, és bevonulva elfoglaljátok azt a földet, amelyet az Úr, atyáitok Istene ad nektek. Ahhoz, amit mondok, ne tegyetek hozzá semmit, és ne is vegyetek el belőle, hanem tartsátok meg az Úr, a ti Istenetek parancsait, amelyet adok nektek. Tartsátok szem előtt, és kövessétek őket. Így tesztek szert bölcsességre és okosságra azoknak a népeknek szemében, amelyek hallanak ezekről a törvényekről. Azt fogják mondani, valóban bölcs és okos nép ez a nagy nemzet. Mert hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá folyamodunk. És hol van még egy olyan nagy nép, amelynek oly tökéletes parancsai és szabályai volnának, mint ez az egész törvény, amelyet ma elétek tárok. Ez az Isten igéje. Leszke Szent Jakab leveléből. Testvéreim, minden jó adomány és minden ajándék fellőről van, a világosság atyától száll alá, akiben nincsen változás, és még árnyéka sincs a változásnak. Szabad akaratból hívott minket életre az igazság igéjébe, hogy teremtményeinknek mindegy az első teremtése legyünk. Fogadjátok ezért tanulékony lélekkel a belétek oltott tanítást, amely képes megmenteni a lelkeket. A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Az Isten és az Atya szemében ez az igazi tiszta vallásosság. Meglátogatni nyomorúkban az árvákat és az özvegyeket, és tisztának maradni a világtól. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És a veletek!
Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könnyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak. Így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez. A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ezt a választ adta nekik: képmutatók! Találóan jövendőlt rólatok Izajás, amint írva van: ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok. Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok. Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt: hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg, kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné, hanem ami belőle származik, azt teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat: erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rossz indulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevésség, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a mai olvasmány és az evangélium témája tisztasság témáját járja körül, és ez azért fontos, mert nekünk a lelkünk és szívünk tisztaságára kell elsősorban koncentrálnunk. De hogy leszünk tiszták? Úgyhogy, hogy az Úristennek a szavai elmélkedünk, és befogadjuk a szívünkbe, lelkünkbe, és azt szerint kell alakítsuk az életünket. Ez ilyen egyszerű, hogy kimondani könnyű, csak hát ez több év, évtizedes munka általában, amíg mi így tisztogatjuk magunkat, engedjük, hogy az Úristen lelke megtisztítson bennünket. És mihez kell ez a tisztaság? Miért kell? Hát azért, testvérem, hogy épp és egészségesek legyünk. Ahogy van testi épség és egészségesség, úgy van szívbeli, lelki egészség is, és sokféle más egészségről beszélhetünk, de Jézus arra helyezi a hangsúlyt először is, hogy a benső az fontosabb, mint a külső. Testvérek, mikor épp és egészséges például egy gyümölcs? Hát akkor, ha belül az. Ha magházában nincs féreg, amely belülről rágja szét, illetve rohassza meg a kívülről esetleg szép és pirosnak látszó almát. Hát így van ez velünk is, hogyha belül a mi szívünk, lelkünk az épp és egyre egészségesebb, tehát nincs benne gonosz gondolat, úgy beszélik a mostani lelki élettel foglalkozók, mentál higiéne, tehát mentális tisztaság, jó gondolatokkal van tele az embernek a benső világa, akkor világos, most sokan úgy is mondják, hogy pozitív gondolkodás, de mi inkább azt mondjuk, hogy jó gondolatok, tehát jó istenes gondolatok vannak benne, akkor az embernek a szavai is, ha szó szavai is kifejezik a gondolkodását, akkor már egy pozitívabb, egy jobb élet minőség lesz körülötte. És ebből következnek, az a szavakban mi következik általában, normális menetben a cselekedetek. Tehát a szándékvilág, a gondolkodás, az hozzátartoznak az érzelmek is nyilván, mert a jó gondolataink vannak, az érzelmeink is jobbak lesznek,
és a szavak, és a szavak után a cselekedete. Az ember, ha hiteles, akkor belülről határozódik meg az ember, és nem a külső körülmények határozzák meg őt. Az én lelkem bensőmbön vezérel, mondják a szentek, és ezért ő belülről teremt maga köré egy úgynevezett atmoszférát, és azt az emberek megérzik, hogy ez az ember például milyen a belseje, milyen a lelke, szíve, mert belülről teremti meg a külsőt. Tehát Jézus erre hívja fele a figyelmet először is, hogy a benső, a lelki tisztaság, ez fontosabb, mint a rituális tisztasági szabályok, amelyeket akkor a farizeusok követtek, és ezeket fontosnak tartották. Természetes, hogy fontos lehet egy adott helyzetben a higiénie, hisz ami kívülről, ugye például árut hoztak a piacról a zsidók, hát azokat megmosták, leöbítették. De Jézus nagyon érdekes módon nem a külsőségekre, hanem a bensőre helyezi át a hangsúlyt. És ezek a mosogatása a különböző dolgoknak, poharaknak, meg korsoknak a mosogatása, ugye a rituális szokássá merevedett. Tehát pusztán mechanikus tettekké váltak, és nem fejezték ki azt, amiről igazából szólnak, hogy hát az ember ő azért kell, hogy ezeket tisztán tartsa, hogy épp és egészséges legyen. Elsősorban az ember legyen épp és egészséges. És azért kell tisztává lenni, hogy épek, egészségesek legyünk. De nem azért, hogy pusztán mechanikus szokássán merevedjenek. Mi is sok mindent elvégzünk az életben mechanikusan, nyilvánvalóan, hogy hát ezek néha szükségesek, néha nem, fel kell vizsgálnunk néha, hogy mik azok, amik ilyen pusztán olyan szokássán merevednek nálunk, de igazából nincs belső tartalma. Tehát ugye így szokták csinálni a szüleink, a nagyszüleink is, így tanultuk, de mi az, ami valóban célra vezető, és valóban hát tartalmas dolog. És itt fontos még megjegyezni azt, testvérek, hogy a farizeusság az eredetileg nem volt egy képmutató dolog. Az a nép között lelki pásztorkodó embereket jelentette, akik ott a hódoltságok után Izraelben, Zsidországban tevékenykedtek. De amikor ők maguk kezdtek el törvényeket hozni, tehát nem Isten parancsait hirdették, hanem helyettesítették emberi szokásokkal ezeket a fontosabb isteni parancsokat, akkor lettek képmutatók, mert akkor már azt nézték, hogy na, ki tartja be ezt, meg azt, meg amazt a regulát, ki tartja be ezt és azt az emberi hagyományokat, és ebben versenyeztek, csináltak egy versenyt. És a népet is hát így vizsgáztatták, leckésztették meg ezekből az úgynevezett emberi szokásokból, meg parancsokból, ami nem Isten parancsai. És ezért váltak képmutatóvá, mert a képmutató az azt nézi, hogy kívül mi van, de nem azt, amit belül van. És ezért fontosabb volt számukra, hogy milyen képet mutatnak magukról. Tehát kívülről mi látszik, ugye? És ami kívülről látszik, az nem mindig fejezte ki a bensőt. Tehát meghasonlás állt be a benső és a külső között. Ezért mondja Jézus, hogy képmutató farizeusok. Ez a nép ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. Tehát a gondolkodása, a szándékvilága, meg a szavai, azok nincsenek összhangban, nem koherensek. A hiteles embernél a benső, tehát a gondolkodás, az érzelmei és a szavai összhangban vannak. A gondolkodás, a szavai és a tettei összhangban vannak. Tehát nem mást mutat magáról, ami, hanem azt mutatja, aki és ami magáról. A benső, a szív, a lélek, a lelkismeret világa, az belül van az emberben. Ez nem látható. Ott dől el minden, testvéreim. Ott dől el, hogy az ember igaz vagy nem igaz.
És nekünk ezt az életen keresztül kell megtanulnunk, hogy hát engedjük magunkat Isten szent lelkétől tisztogatni egész életünk során. Belülről válik egy ember cselekedete és szándéka tisztává vagy tisztátalanná. Sokszor vannak ilyen külső szabályok, mi világunkban is, és természetes, hogy például a Covid alatt hát meg kellett mosni a kezünket. Ez egy higiéniai dolog, és a járvány terjedése miatt ez igenis fontos volt, mert életet menthetett meg. Meg vannak, biztos testvérek tudjátok, hogy hát volt egy nagyon híres magyar tudós, Semmelweis Ignác, ugye, és hát a szülészeti osztály nem mosta a kezet, az orvosok úgy hozták világra a gyermekeket. És egy fertőzés miatt nagyon sok édesanyja meghal gyermekágyi lázban. És ez a kiváló tudós felfedezte ennek az egyszerű okát, azt, hogy hát ezek a trehány gazember orvosok ugye nem mostak kezet. Ugye alapvető dolog, hogy higiénia legyen, tehát a testi higiénia nagyon fontos ilyen esetekben, amikor életet lehet menteni. És ezért hát felismerték az ő felfedezését, és később hát tudjuk, hogy a Orvostudomány Egyetemet is Magyarországon, ami most már bekerült a 300 legjobb egyetemben a világon, azt róla nevezik el, ugye Semmelweis Ignác, ugye Orvostudományi Egyetem, tehát fontos, hogy ezek a tisztasági szabályok is a maga keretei között jók, helyesek, ha életet lehet menteni, de a belső az fontosabb. Tiszta és tisztátlan különbsége a szívben és a lélekben dől el igazán, testvéreim. Tehát lehetnek külső szabályok is, ezek jók, fontosak lehetnek, de a szívben, a lélekben dől el. Mert ugye beszéltünk arról, hogy van higiéniai tisztaság, vagy biológiai tisztaság, akkor van mentális, vagy gondolati tisztaság, ugye ez a lelki szakemberek, nem feltétlenül a pszichológusokra gondolok, mert azok nem feltétlenül a lélekkel foglalkoznak, csak jelenségekkel foglalkoznak a pszichológusok. Tehát ők nem lelki orvosok, vagy lelki, hogy úgy mondjam, lelkészek. Ők nem lelkészek. A lelki jelenségekkel foglalkoznak, de ők nem tudnak meggyóntatni egy embert, nem tudnak feloldozni. Tehát meg tudják hallgatni ők, tanácsukkal tudják ellátni őt, de a statisztika alapján csak a különböző jelenségekre tudnak rámutatni. És a mentál higiéna foglalkozik azzal, hogy próbálnak olyan tanácsokat is adni, akik valóban lelki szakemberek, hogy segítenek az embereknek a visszatalálásukhoz, az Istenhez elsősorban. Mert az Istenben, Istenhez visszatalál az ember lelke, a teremtővel megvan a köldökzsinór, a lelki köldökzsinór, akkor lesz épp és egészséges a lelke. Tehát bármilyen technikát az ember használhat, az nulla, semmit nem ér. Csak az Istennel való kapcsolat azt teszi épp és egészségessé. Ezért ezt kell helyreállítani. A tisztasság tehát, és van természetesen erkölcsi tisztasság, amiről Jézus beszél az evangéliumban, és van lelki szívbeli tisztaság, ez a legbensőbb tisztaság, nem teljesen ugyanaz a lelki meg a szívbeli tisztaság, de azért a benső tisztaságot jelenti mindegyik. És miről beszél még Jézus, amit előbb már elkezdtem mondogatni, a második szempontja, hogy az Istennel való kapcsolat a lényeg. Erre a kapcsolatra helyezi át a súlyt a különböző ételeknek a mosogatásáról, meg a kezünk megmosásáról. Tehát a szövetségre, az Istennel való szövetségre helyezi át a súlyt, és ez nagyon fontos nekünk, mert a szívünk, lelkünkön keresztül tudunk mi a Jóistennel kommunikálni, a Jóistennel beszélgetni, találkozni. És a szívünk, lelkünket tisztítjuk, engedjük a Szent Lelke által tisztogatni, aki épp és egészséges lesz egyre jobban a szívünk, lelkünk. Ezért fontos ez a tisztaság.
Jézus nagyon sok minden bűnt felsorol, itt olvashatjuk, hogy hát innen belülről származnak a minden gonosz gondolat, ugye ő is a gondolattal kezdi. Erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rossz indulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevésség, léhasság. Mert ha ezek a benső dolgok ott eluralkodnak, akkor az olyan tényleg, mint a féreg az almában, ami belülről rágja szét az embert. És hiába szép az az ember külsődlegesen, meg vonzónak tűnik, ha belül ilyen dolgok vannak benne. Ezért mondja egy helyen a próféta, és mintha Jézus a mai evangéliumban is hát ezt mondaná a ottani farizeusoknak, meg az írástudóknak, akik képmutatók voltak, hogy a szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, ne a külsőség legyen az első, hanem a szíveteket tisztítsátok meg. Hát kérik mi is a mi Urunk Jézus Krisztustól, hogy tanítson meg minket az ő kegyelmével, hogy mi a fontosság és sorrend, és a megújulás, megtérés evangéliuma legyen számunkra az ő tanítása. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdetén, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek lényből, Szűz Máriától és emberjének. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemettük. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőben, aki az atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egykerességet a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim a mennyei atyától, hogy kötelességeinket élő hittel teljesítsük. Add, Urunk, hogy lelki pásztoraink ige hirdetése és élete őszinte meggyőződésről tanúskodjék. Kérünk téged, hallgass meg. Tartsd távol a népektől a nemzeti önzés és a faji gyűlölködés szellemét. Kérünk téged, hallgass meg. Segítsd, hogy egymás iránti magatartásunkat a kölcsönös megbecsülés és a testvéri szeretet hassa át. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy családjaink életéből eltűnjék minden civakodás, irítség és bosszúállás. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy halálunk órája a te kegyelmedben találjon minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. És kérünk, Urunk, fogadd be örök országodba elhunyt Géza testvérünket és elhunyt Erzsébet nővérünket, akiket a Szent Mise áldozatot bemutatjuk. Kérünk téged, hallgass meg minket, és adj kegyelmi, lelki épséget, egészséget Hasziló Jánosné nővérünknek születésnapja alkalmából. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Mindenható örök Isten, segítsd híveidet, hogy ne csak külső cselekedeteikkel, hanem mély belső meggyőződéssel is szolgáljanak neked. Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, őszinte odaadás és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük fölségedet, s a szent áldozatban való részesedés forrassza egyé szívünket. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjá alkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád Atyához az égbe szállva kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, és dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hosanna a magasságban. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen.
Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Balázs érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Megtiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
Az Úr béké legyen veletek mindenkor. És a teremtettel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó. Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek,
mert övék a mennyek országa. Könyörögjünk! Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Úrunk, Istenünk, kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, Krisztus a mi Urunk által. Hirdetem a testvéreknek, hogy a ma esti 18-tól egy szentmisét elhunyt Dulinafka Istvánért és elhunyt szülőkért ajánljuk fel. Hétfőn 8 órakor ünnepélyes tanévnyitó lesz a városi sportcsarnokban szentmisével egybekötve. Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 18 órakor tartjuk az esti szentmisét a beltéri templomunkban. Szombaton reggel 8 órakor és egy hét múlva vasárnap 3 szentmisénk lesz már, tehát 9 órai, 10 óra 30-kor a diákmise, és 18 órakor az esti szentmise. Az újfalisi templomunkban holnap nem lesz szentmise, 8 órakor, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken 8 órakor lesznek reggel szentmisék, szombaton előesti szentmise lesz elhunyt Rideg Zoltánért 18 órakor, évközi 23. vasárnap egy hét múlva pedig 7 óra 30-kor lesz szentmise elhunyt Kollár Károlyért, halálának második évfordulóján és az elhunyt szülőkért. Imregyi templomunkban mai nap 11 órakor lesz egy szándékra bemutatva a szentmise. Hétfői nap, azaz holnap, szeptember 2-án 10 órakor ünnepélyes tanévnyitó szentmise lesz iskolásoknak, óvodásoknak. Kedden szeptember 3-án 19 órakor szentségimádás lesz az imregyi templomban, szeretettel hívjuk, várjuk kedves híveket. Egy hét múlva pedig szeptember 8-án 11 órakor kezdődik szintén a vasárnapi ünnepi miserennek megfelelően a Szent Mise Imrehegyen. Testvéreim, szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket, akiknek családjukban van idős, beteg, nehezen mozgó családtag, és szeretne első pénteki gyónását, meg áldozását elvégezni, az jelentkezzen a plébánián névvel, címmel és telefonszámmal, illetve az hozzátartozója, hogy őt is be tudjuk az első pénteki betegek közé venni. Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy vasárnap és ünnepnapokon a plébánián a mosdó nyitva lesz, használható, megközelíthető ez a Kossuth utca felől. Amint mondtuk, hogy szentmise lesz, nem lesz szentmise hétfőn Újfaluban, tanévnyitó ünnepélye szentmise lesz 8 órakor most, és eztét megértésüket kérjük. Jegyes pár első hirdetés, Lavati Zsolt, Lavati Tibor János és Hunyadi Mónika Márta fia eljegyezte Tóth Barbarát, Tóth István és Palásti Mónika leányát. És van két második hirdetésünk is, az első, Sereg Antal és Borterész fia eljegyezte Zsóf Katalint, Zsóf Júri és Albert Szilvia leányát, a második pedig Tóth László, Tóth István és Laki Ilona Valéria fia eljegyezte Szvetnyi Klaudiát, Szvetnyi Gábor és Antoni Zsuzsanna leányát. Ez az esküvő Imrehegyen lesz majd. Kérjük a testvéreknek a támogató imádságát a jegyes párokért is, és most szokáson a megfelelően a békért imádkozzunk, egy Mi Atyánkot és egy Üdvözlégy Máriát. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Áldott vasárnapot kívánok, és áldott napokat. Az Úr legyen veletek! És veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hálája.